Híd szekcióban 140 hangszer érkezett Nyíregyházára, hogy becsalogassa a zeneiskolájába a kicsiket és nagyokat. Jó játéknak tűnt fülhallgatóval kipróbálni, megütni és megérinteni valamelyik zeneeszközt. A megnyitó felnőtt résztvevői szerint sokaknak maga az élet a muzsika. Néztem már második alkalommal itt a gyerekeket, akik jönnek és látszik rajtuk, hogy vonzódnak hangszerekhez, nem csak klasszikusokhoz, hanem a modernekhez is, és ez egy nagyon jó dolog, hiszen a zene az egy nagyon fontos dolog az emberi életben, akár a hangszeren való játék, de a zenehallgatás is, mert kikapcsol, nevel, és azt gondolom sok olyan érzékeny dolgot lehet belőle megtudni. Az ember önmagával szemben is azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebb lesz, és sokkal jobban tud fejlődni, hogyha a zenét hallgatja, mint hogyha ezt nem teszi. Bulgária után Magyarország hátulról a második a sorban a zenélni nem tudók táborát tekintve, itt Kodály és Bartók országában. Ezt a rangsort hivatott megdönteni például ez a programsorozat is. Én ilyen mi hangokat hallom. Hogy milyen hangszerez? Zongora. Bácsna? Nem. Nem? Ha nem, mire? Semmi. Miért nem? Azt nem tudom, csak nem vágyom rá. Papa, mama, testvérek nem játszanak semmilyen hangszerek? Nem, csak apa régen viselt, apának a szomszédja régen hegedűzött. Az iskola falai között 1000-nyi diák fordul meg napközben, akik már nálunk tanulnak valamilyen hangszeren a mindennapokban, viszont ez a kiállítás olyan különlegességeket hoz, ami nem csak a klasszikus hangszereket tartalmazza magában, hanem a napjaink legmodernebb eszközeit. Úgy gondolom, hogy a hangszertudás, amit nálunk megszereznek, egy örömforrás számukra, de nagyon fontos, hogy ezt a tudást egy használható tudássá alakítsuk, és ezek az eszközök, ezek a modern hangszerek ezt szolgálják. A bemutatón aztán klasszikussal, Beethoven Führerizével indult egy gitárfutam, majd stíluskavalkád jött a blues, a rock és a többiek. Én azt gondolom, hogy ha hangszeren játszunk, akkor az egy lényegesen teljesebb élet, mint hogyha ezt kihagynánk. Én ezt a saját példámból tudnám csak mondani, hogy én azt gondolom, hogy szinte minden pozitív élményemet a zenéhez tudom kötni, a zenéléshez, azokhoz a nagyszerű zenésztársakhoz, barátokhoz, akikkel tulajdonképpen a zene összehozott. És olyan közösség jön létre a zenei világon belül, ami egészen páratlan. Tehát egészen nagyon fontos az, hogy egy összetartó, összekapcsolódó közösségbe tartozni. Az a mai világban én úgy érzem, hogy talán a legfontosabb üzenet, mikor a gyerekek állandóan csak az okos eszközöket nyomkodják, mindig magányosan, lehajtott fejjel járnak. A zenében mindig közösségben, együttesben gondolkodunk. A könnyű zenei hangszerek sztárja a gitár, ez a fele az összes megvásárolt eszköznek. A fiataloknál most is sláger a doba, nagy motorikus mozgás miatt, illetve a DJ eszközök, ahol egy gomb megnyomásával már is zenei élményt kap felhasználója, fogalmazott a főtitkár. Kérdés, hogy örülnek ennek a zenetanárok.